Szavaztok srácok, Csipi vagyok és most gyorsan lederáljuk a szerdai sbc közül azokat, amiket olcsóan, vagy olcsóban, vagy olcsón meg lehet ugye úszni. Kezdjük ezzel a két márki transferrel, ugye ezek az új igazolások. Múlt héten 5 kaptunk, hál' Isten most csak kettőt. Hál' Isten egyébként is most csak kevesebb SBC-t kaptunk, mint múlt héten, így annyira hát nem is vészes a dolog, tehát hogy ezeket most így kipörgetni, bár nem tudom megcsinálják-e mindet. Minden esetre úgy érzem, hogy jövő héten sokkal több SBC fog jönni, ugye akkor megint nyugatunk a zsebünkbe, ha mindéket meg akarjuk csinálni. Ebből a market transferben most ugye kettő van, Álvaro Morata és az a Javier Hernández, Csicsarito, aki ugye átment a West Hambe, pedig a Chelsea-be. Itt egy kicsit csalok, mert már kész vannak a csapatok. Ugye egy reál játékos kell bele, egy Chelsea játékos 85-es chemistry, és ugye nincs megadva rating, tehát ezt megoldottuk ilyen nem is tudom, ez most ilyen angol 3, angol 4, angol 1 is van benne. szóval ezt ilyen bronz játékosokból megoldottuk. Szerintem minden egyik se kell nekünk, úgyhogy... Ez itt teljesen jó, ugye beletettünk egy Chelsea játékost, ezt a kapust. 450 ért vettem. Meg ez volt most a legolcsóbb Real Madrid játékoshoz a... Janez, Rubén Janez, egy kapus, ezüst. 1500 ért vettem, tehát olyan 2000-ben fáj az SBC nekünk. Ezért kapunk egy morátát, egy kölcsönözhető, vagy egy kölcsön morátát Nyomjuk is el. 40 meccs lesz, a miénk ez a morátá. Érdekes lesz majd a chelsea -be látni a madridos morátát, de hát, hát hozzászokunk. Én mondjuk annyira nem szeretem ezt a morátát se a madrid se nem fogom szeretni. Na mindegy, nézzük ezt a 83 as Javier Hernández-t. De ide egy Leverkusen játékos kelt és egy West Ham játékos, ugyanúgy nincsen rating, tehát ezt is megcsináltuk. Ezt a svájci ligából csináltuk meg, abban volt egy lakás játékosunk klubba, illetve ide vettünk egy West de ezt még egyébként valami, azt hiszem a legfiatalabb csapatba vettük és vettem egy leverkusen is ide ez olcsó volt, 350, úgyhogy ez is ilyen ezres alatt van ez az SBC. Pont jó erre ezek a svájci játékosok, meg ezek az ezüst játékosok. És akkor miénk Javier Hernández, azaz Csicsarito is, még hozzá 40 mérkőzésig. Na hát érdekes lesz őt is jövőre a PL-be látni. És akkor a Máki transferes sbc k ezen a héten kész is vannak, menjünk át a live részbe, ugye itt van egy Rashford, Rashford, ugye van a Premium Torres is kétféle változatban, illetve van az Aubameyang is kettőféle változatban. Úgyhogy először csináljuk meg ezt a Rashford kölcsönözhetőt. Itt is csaltam már kicsit, mert kész van az SBC. Hát ide vásárolgattam ilyen nagyon olcsó, ilyen 450-es, 400-as argentin játékosokat, ugye 76-os ratingre ide és 75 ös team chemistry de utoljára beletettem egy ilyen ukrán játékost, aztán az ukrán ligás is. Igen. De így is megvolt az összhang bőven, 79-es -ös összhangban, szóval simán megvolt. Mondom, ezek ilyen 450 es játékosok, 400-as, szóval volt itt 350-es is, elég olcsó nyomjuk is el, ezért egy 40 meccses Rashfordot kapunk. Egyébként ezt a Rashfordot nagyon-nagyon régóta bele akarjuk majd tenni a csapatunkba már, mert anno a futmasz idején erre nem volt koinunk. Elég sokat kértek kérte, tehát több száz az jött volna csak ki. De hát nagyon OP. És szerintem Ibra mellé cserecsatárnak pont jó lenne. Elég jó kis kártyának tűnik az a 92-es futás vagy hát sebesség az egész jó. Kicsit olyan musás az szerintem ez a dolog, majd meglátjuk, hogy fog működni a Weekend a hétvégén. Mindig a Loan verzió most már a miénk. És akkor most gyorsan csináljuk meg ezt az Obemayang Loan, futmaszos Obemayang Loan verziót. Ez 20 meccsre a miénk, 88-as Obemayangot kapunk érte. Itt nincs csalás, ugye itt még nincs kész ez a az SBC. 78-as rating kell, és 75-ös összhang. Ez gyorsan most össze is dobom. Gyorsan összedobtam rá egy csapatot, ugye épp, hogy megvolt a 78-as rating, meg a 77-es kemiszté, az is megvan végül is, meg ugye a 75-ös kell csak. A nagyja ez is Argentina, aztán ide lentre egy Dante-t, meg egy Abraham-et, ugye... Ez már egy kicsit netesebb volt, mert full argentin mert nem tudtuk megcsinálni, mert nem volt olyan magas rétingű argentin védőnk, ami felhúzta volna 78-ra a rétinget, de hát mindegy, így se sokba, úgyhogy nyomjuk is el, és akkor milyen ez a futmaszos Obama Young, ha ah, jól láttam, akkor 20 meccsig. Ugye ezt tudtuk megcsinálni annó, valami elképesztően brutális Dolgot kértek érte. 87-es Rating, hogy valami, és kellett bele egy gaboni játékos, és azt hiszem csak ez egy gaboni játékos volt, tehát kellett belerakni egy csima Tehát ez egy igazi szopatos SBC volt annó a Futmasnál. Jó kis kártya, de nem hiszem, hogy megcsináljuk egyébként a rendes változatát, mert Ma nem tudom, hogy nekünk kell lesz obimajang, igazából a csapatban nem kell meglátjuk, hogy mennyi coinunk marad, már azért rohamosan fogyatkoznak az akuntjainkon a coin mennyiségek, és akkor következő lesz ez a Torres Premium SBC kölcsönözhető változata. Ide kérnek 79-es rating, 75 es chemistry, gyorsan összedobok erre is egy csapatot. Ez lenne a csapat, amit összedobtam erre a Loan Torres-re, ugye nagy része az török ligás, meg betettem egy, azt hiszem, egy holland ligás, meg egy francia ligás, és akkor így jött ki a 79-es rating és 83-as összhang. Hát itt azért fele, -fele arányban vannak azok a játékosok, akiket vettünk, vagy azok, akiket pakból nyitottunk. Mindegy, egyiket sem használnám igazából soha, úgyhogy 20 meccsig lesz, milyen ez a 91-es Torres. Ugye ez volt a három közül az egyik prémium SBC, még ott a birthday idején, ha jól emlékszem. Nagyon brutál kis kártyának tűnik, 92-es pénz, 92-es lövés, 92-es labdavezetés és 86-os fizika. Emlékszem, amikor ellenünk játszottak a VLB ezekkel a kártyákkal, hát rendesen fel kellett kötni a gatyát, brutál kis kártyák voltak ezek a prémiumos kártyák 4 és 3 csillagos mehet a klubba és akkor már csak ez a Futmaszos Marcus Rashford maradt hát már az előbb mondtam, hogy ezt mindenképpen a klubunkba szeretnénk tudni ugye annó nem volt rá keret, hogy megcsináljuk azt szerintem két vagy három informat kértek ki jöttem meg ilyen 87-es vagy 86-os rétingű csapatot egy 82-es kártyára, ami akkoriban Nekünk teljesíthetetlen volt, azonban most csak egy 83-as rétegű csapatot kérnek, egy darab Team of the Week, tehát egy Infam játékos vagy egy Foot Champs Reward játékossal és 60-as összhanggal, ami szerintem már nem olyan vészes, de azért így is rendesen bele kellett nyúlni a zsebbe, ha megnézitek, ilyen 5000 és 2000 között mentek a játékosok. Ezt pedig nyitottuk valamilyen pakból, már nem emlékszem, hogy milyen pakból nyitottuk, vagy hogy mikor nyitottuk, vagy na mindegy, SBC-s pak volt, vagy csak úgy pakozgattunk. De soha nem használtuk eset a mó játszik, ja, Stoke city be Premier Ligás. Úgyhogy ö, abszolút nem sajnálom, hogy ide most ezt be kell áldozni. Nyomjuk is el. És akkor végre megvan Marcus Rashford. Szerintem ő lesz a cselecsatárunk. A főcsapatunkba mindjárt be is építjük. Három-három csillag. Mondom, nekem olyan kicsit muszásnak tűnik ez a srác. Menjen a klubba, aztán tegyük be a csapatunkba. Ugye ez most az első számú csapatunk. És akkor meccs közben majd Gerard miatt Kanté és Lálán a helyet cserél, csak ugye így 8-as, 8-as itt a két játékosnak a chemistry Viszont ha megcseréljük, akkor mindenkinek 10. A meccs közben már tök mindegy, hogy kit hova teszünk, akkor már 10 marad a, a tehát 10-es marad az összhangja. Ezért néz most ki ez a csapat. És akkor itt van egy Sérültünk. Így, né, így fog kinézni a csapatunk, ez egy 190-es csapat, ezzel fog csapatni a hétvégén a VL-t is, és akkor, ha úgy alakul, hogy cserélni kell, akkor mindig be fog jönni Rashford és Son csatárba. Nagyjából ezek lesznek a cseréink szerintem. Más nem nagyon fogunk itt már változtatni meccs közben. Úgy érzem, hogy ez a csapat elég összeállt, és most így rashford végre van egy ilyen speciális atom brutál OP cserecsatárunk is. Tehát... Hát igen, Son és Rashford lesz a két csere támadunk, hogyha nem állunk jól, de vagy, vagy, akár jól állunk, akár nem, azért szoktunk cseréket hozni a második fél időre. Na hát ennyi lett volna ez a nagyon kis sbc videó. Ugye pár SBC-t lenyomtunk ezekből a heti futiz SBC-kből, ugye ezekből a visszatérő SBC-kből, illetve az új Market Transfer SBC-kből és akkor Marcus Rashforddal bővült a keret igazából, a többiek szerintem elhanyagolható tényezők csak itt az egyenletben. Ha tetszett ez a kis sbc videó, akkor dobj egy lájkot, iratkozz a csatornánkra, csipi voltam, köszi a figyelmet, szevasztok!